Berg Judit, Agócs Íris, Sári és a mókusok, az árnyék mókusok. Sári kirándulni ment az erdőbe a barátaival, Hédivel és Maszattal. Magukkal vitték Pötyi babát, Puszi rókát, Bodri kutyát és Hóc-hócot is. Amikor elfáradtak, egy tisztáson letelepedtek. Előkerültek a hátizsákból az uzsonnák, és a gyerekek falatozni kezdtek. Közben halkan beszélgettek, figyelték az erdő neszeit. A fák lombjában madarak csicseregtek. Zörgött a közeli bokor, mert egy rigó kapirgált benne. Gyík surrant a kiszáradt fatörzsön. Dongó zümmögött a virágok között. Valaki azonban nem ütött zajt. Egy mókus figyelt csendesen a tölgyfa alsó ágán. Kíváncsian nézte a gyerekeket, aztán nesztelenül végig szaladt az ágon. Egy ugrással átlendült a következő fára, ott megállt, visszanézett. Mancsába fogott egy makkot, rágni kezdte. Biztosan kedvet kapott, hogy együtt uzsonnázzon Sáriékkal. Gyere ide, mókus! Kiabált neki Maszat. De a kisállat megijedt a hangjától, és villámgyorsan elmenekült az ágak sűrűjébe. Milyen ügyes! Nézett utána Sári. Én is szeretnék ágról ágra ugrálni. Izgalmas volt a kirándulás. Árkombokron átkövették az ösvényt, jártak hegytetőn, patakparton. Esteledett már, mire hazaindultak. Nagyon elfáradtam, mondta Hédi, amikor beértek a városba. A mókusoknak könnyebb, nem kell az utcán gyalogolniuk. Bár csak mi is mókusok lennénk, sóhajtott Maszat. Nézzétek, a lámpafényben látszik a járdán a fák és a kerítések árnyéka, kiáltotta Sári. Legyünk mi is mókusok, árnyék mókusok. A gyerekek a fák árnyékán ugráltak, libasorban végig egyensúlyoztak a kerítések peremén, pont úgy, mint a mókusok. Így nem is volt fárasztó az út. Hamar elértek a sarokra, ahol búcsúzniuk kellett. Sári Puszival és Pötyi babával elindult hazafelé. Gyertek, otthon megvacsorázunk, aztán bebújunk az ágyba. Már mint az odúba, ugye? Kérdezte Pötyi. Persze, nevetett Sári. Hiszen most mókusok vagyunk. Akkor ma mogyorót kérek vacsorára. Szuszogott vidáman Puszi.